Sziasztok, kutyások! Itt a Pórász következő adása. A mai adásban a nagyvárosi közlekedésről, az illemszabályokról, a kötelezettségekről és a lehetőségekről fogunk beszélgetni Böbével. Sziasztok! Tehát hogyan csináljuk biztonságosan írt és íratlan szabályok? Tudom, hogy ez már egy kicsit lerágott csontnak tűnik, viszont továbbra is napi szinten találkozunk olyan kutyásokkal, akik nem feltétlenül azért nem tartják be ezeket a szabályokat, mert nem akarják, hanem leginkább, mert nem tudják. Úgyhogy úgy gondoltuk, hogy ezeket kicsit sorra vesszük, kicsit sétálós üzemmódba, de megpróbáljuk elmondani, hogy nagyjából hogy kéne ezt csinálni. Nem azért, mert okosak vagyunk, hanem mert szeretnénk nektek is segíteni ezzel. A téma tehát az utcai közlekedés. Ugye azt mondtam, hogy sétálós üzemmód, hát kezdjük ott, hogy kijövünk a lakásból, ugye mi lakótelepen élünk, ez több lakásos társasház, folyosó, lépcsőház. Hogy kell onnan kijönni? Hát nagyon sokan divatba hozták ezt a póráz nélküli sétát, és nem egyszer találkoztam például azzal, hogy a kutyák kirobbantak konkrétan az ajtón, és oké, hogy kert van előttünk, vagy fű, és oda szeretnének kijutni, de lehet, hogy itt pont egy babakocsi jön, vagy egy bicikli, úgyhogy nem biztos, hogy annyira célszerű, hogy így kirobbanunk az ajtón. Mert igen, hát ez a kirobbanás mondjuk abból is adódik, hogy kicsit késve sikerül levinni ugye a kutyát. Igen. Tehát az előző adásban beszéltünk a napirendről, tehát azért itt azért azt vegyük figyelembe a kutyának az igényeit. Ugye itt is történhetnek olyan dolgok, amikre nem számítottunk a napirend készítése során, ilyen mondjuk egy hasmenés, vagy egy rosszul lét, vagy valami, és ugye hát nem szeretnénk, hogy konkrétan sárga téglával végigjelölgesse a kutya egész az utat, ameddig el nem ért a fűig, úgyhogy időben le kell vinni. Ha olyan az állat, hogy mint például ugye az én kutyám, aki már 16 éves, én rajta hagyom a pelenkát, amíg le nem érek vele. És még így is folyamatosan nézek magam mögé, hogyha bármi olyan dolog történik, nem tudom, én leesik róla, mert ilyen volt már véletlenül, hogy annyig tette-vette magát a liftbe, míg lepottyant a pelenkája, akkor összeszedem, összetakarítom utána. Tehát ez nagyon fontos, főleg akik magasabb szinten laknak, ugye, mint én, te földszinten laksz, de én meg ez emeleten. Tehát a lift is egy ilyen hely. Tehát a kutyának meg kell értenie azt, hogy attól, hogy kilépsz a bejárati, az lakás bejárati ajtaján, ott még az még nem a célállomás. Tehát még ki kell érni egész az utcáig a szabad levegőre, és ott lesz majd célállomás, de ott sem azonnal a bejárati ajtóba, ugye, hiszen nagyon, hogy mondjam, főleg a nyári időszakban nagyon bosszantó és feletté irritáló, amikor ugye a kankutyák oldalba pisilik mondjuk a házsarkát, vagy a bejárati ajtósarkát, ami azért mondjuk nem is túl higiénikus. Hát meg azért hagyjuk meg, elég büdös is, és azért ugye elég közel van mondjuk a földszinti ablakokhoz. Nem beszélve arról, hogyha például nem a pisi megy oda, hanem más, és ugye sajnos elég sokan nem szedik össze, mert mondjuk, hogyha hasmenés van a kutyának, akkor azt mondják, hogy szedjem össze. Hát azért attól függetlenül illdomos összeszedni, mert valami történt, akkor keresünk homokot, vagy füvet, vagy bármi mást rászórjuk, marha könnyen össze lehet azt is szedni, mert azért ott hagyni szerintem még rosszabb, mint valamit elkövetni annak érdekében, hogy összeszedjük. Igen, és hát itt van még egy dolog, ugye, hogy azért a bejárati ajtón, a fő bejárati ajtón lent nem csak mi járkálunk ki be, hát hanem mindenki igen. Más. Tehát elképzelhető, hogy épp a piacról jött, és a szatyor tetején ott illatozik egy hatalmas adag kolbász. Tehát, hogy arra azért illik odafigyelni, bármennyire is imád minket a szomszédnéni, hogy lehetőleg ne zabálja ki a táskájából a frissen vásárolt árut a kutya, mert nem mindenki tűri el, hogy a kutya feje benne legyen a szatyorba. Hát igen, mondjuk nem annyira jó ötlet például ilyenkor a flexiseknek, hogy hagyjuk ott kolbászolni a kutyuskát, mert akkor a kolbásznak lehet, hogy így nyoma vész a szatyorból, és nem biztos, hogy annak viszont nagyon fog örülni. Igen, és hát ha már flexit említetted, tehát iszonyat balesetveszélyes, amikor össze-vissza rohangál a lábak alatt a kutya, igen. Nyakán vagy a hámon a pórázzal. Főleg a kijövésnél, vagy a kijövetelnél, meg a bemenetelnél is, ugye ott más is jöhet, ugye, hogyha előre engedem a kutyát, lehet, hogy azon fog átesni. Tehát azért ezekre érdemes odafigyelni, hogyha már megyünk befele, akkor fixáljuk le a flexit, és legyen test közelbe a kutyus. Így van. Na és akkor ott tartunk a sétában, hogy végre kijutottunk az ajtón, senkin nem akadtunk fönn, nem hoztunk magunkkal szafaládét a nyakunkba, és akkor elindulunk mondjuk célirányosan, mondjuk egy állatorvoshoz. Azt mondom, hogy gyalog menjünk, mert közelben van az állatorvos. Viszont az út egy része,
egy olyan helyen vezet, ahol nagy a gépjárműforgalom. Hát ugye, ahol gépjármű van, ott már élből, azért fel kell mérnünk, hogy a mi kutyánk mennyit bír, illetve hogy mihez van hozzászoktatva, mert ugye én észrevettem például, hogy nagyon sok kutya ugye póráz nélkül megy az út mentén is, mert ugye erre meg van tanítva, ami mindaz idáig nem gond, amíg például nem kap valaki egy defektet. Mert azt viszont nem tudhatod, hogy mi fog történni. Vagy például kiugrik a kertes házból egy macska, azt se tudod, hogy hogy fogja reagálni, tehát ezért ezekre fel kell készülni, hogyha a kutya persze macska álló, meg zajálló, akkor oké. Igen, de én láttam olyat is, hogy szagot fogott mondjuk egy út mellett lévő fánál, uh-huh. és egész egyszerűen a másik oldalon is meg akarta szagolni, és kitolta a fenekét, ugye, ami uh-huh. már lent volt az úton. És hiába nem volt lenne a kutya lába az úttesten, de a feneke kín volt. Uh-huh. Hát minden ilyenre oda kell figyelni, és én mindig annak vagyok a mondója, hogy én például, hogyha forgalmas út mentén megyek, én pórázra szoktam őket tenni, pont ezért. Ráadásul nekem ugye hárman vannak, tehát három fele nem tudok kapni, hogyha nagy gond van. Így van, és ilyenkor nagyon ajánlott a fix póráz. Igen. Tehát az a póráz, ami nem a flexi, hanem a hagyományos póráz, mert azon sokkal könnyebb kezelni a kutyát, és ilyen esetben én még azt is mondom, hogy sokkal könnyebb, hogyha nyakörre csatolod a pórázt, nem a hámra, mert a hámon nehezebb a kutyát akár visszahúzni, irányítani, bármi, tehát hogy egy fix póráz az mindenképpen ilyenkor nagyon hasznos. Igen. És hát ugye a többi kutyával kapcsolatban is az van, hogy ha lehet, akkor ilyenkor próbáljuk meg őket úgy elkerülni, hogy ebből ne legyen olyan konfliktus, hogy a végén aztán ne agyisten esetleg mi kerülünk a gépjármű kereke alá, ami érkezik, mert a kutyák körbeugrálnak minket, és a végén a nagy akár örülésbe, akár verekedésbe végül is mi is érülünk meg belőle. Meg hát számomra, ami fontos, én például mindig befele teszem őket, soha nem a forgalom felé. És ugye ez fontos tudni, hogyha ilyenkor kiszalad az autó elé a kutya, és mondjuk elütik, az autóban keletkezett sérülésért azért mi vagyunk a felelősek, mint a kutya gazdája, tehát ezt meg kell téríteni. Én és ezek sokszor nagyon nagy költségek tudnak lenni. És ugye hát a gazdinak még ott van mellette az is, hogy a saját kis kedvencének az orvosi költségeit, az szintén hozzáteheti emellé, akár duplázva, mert egy gerincröngen vagy egy MR manapság már olyan áron van, hogy hát jobb az ilyeneket megelőzni szerintem, és nem szégyen az a póráz. Így van. Na most nézzük azt a másik lehetőséget, hogy nem célirányosan megyünk, csak úgy lemegyünk az esti sétára, és azt mondom, hogy így össze-vissza sétálgattunk a lakótelepen, itt-ott-tam-ott, akár több kutyával együtt. Hát nálunk elég sok például a zöld felület, úgyhogy nagyon sokan sétálnak, leülnek akár egy padra, vagy babakocsival mennek, gördeszkával, ugye a gyerekek biciklivel. Szerintem ez mind olyan probléma lehet, amire azért oda kell figyelnünk, és nekünk kell odafigyelni, mert a kutya nyilván nem fogja tudni felmérni, hogy most biciklivel jönnek, és akkor ne ugorjak elé, főleg, hogyha játszanak is, akkor ugye ezekre nekünk kell figyelni. Illetve például, hogyha padon ücsörög valaki, akkor nem biztos, hogy oda kell hozzáengedni a kutyát, mert nem biztos, hogy szereti. Tehát azért ezek ilyen apró dolgok, de érdemes minden ilyenre odafigyelni. Igen, meg a labda, a roller. A labda, persze. A roller most külön veszélyforrás, ugye, mert nagyon sokan járnak. Mint az őrültek, úgy mennek ezekkel a rollerekkel. És hát a panelházak nem átlátszóak, tehát a sarkon azért időnként az ember így visszakapja a fejét, ahogy elszáguldanak előttük. De hogyha ez mondjuk egy kutyával történik, esetleg kisebb testű, akkor annak vége, eltörik a gerince. Így van. Nem, és ráadásul nem is tehet róla, mert a kutya lehet, hogy tényleg pórázon van, csak mondjuk egy flexin előre van engedve. Így van. De viszont ilyenkor, hogyha csak úgy lazán sétálgatunk, ugye ilyenkor hagyni kell a kutyának, hogy felfedezze a helyet, szimatolgasson, szagolgasson. Ilyenkor kiolvassák ugye az újságot idézőjelbe, a fáknak a törzsei, mindenki ki járt erre, mit evett, mi történt vele, esetleg orvosnál volt, milyen vakcinát kap, mindent tudnak ezek. De viszont ugye erre időt kell neki adni. Na, ilyenkor viszont a flexipóráz nagyon hasznos. Főleg az esti sétáknál ugye már előfordul, hogy nem csak flexin vannak, hanem akkor már ugye teljesen szabálytalanul egyébként leveszik a pórázról, és ilyenkor a kutyák ugye egy kicsit lazábban tudnak létezni. Viszont itt is figyelni kell arra, hogy melyik kutyával találkozunk, mert nem minden kutya visel el minden más kutyát, és előfordulhatnak olyan dolgok, amikor nem is számítunk rá,
és egyszer csak előbukkan a semmiből pont egy ilyen póráz nélküli jószág, és mondjuk, ha milyenképpen pórázon van, akkor hát ott a kész szituáció, hogy mit kezdünk vele. Hát azért érdekes dolgok ezek, mert ilyenre sincsenek nagyon felkészülve a gazdák, és igazából ez is egy probléma forrása lehet, mert ugye amíg én pórázon vagyok, addig ugye gondolja ő, hogy nem büntethető vagyok. De hát azért ebbe jó bele lehet menni, mert ott viszont, hogyha például embernek fog neki menni egy kutya, hiába van pórázon, ott megint az az én felelősségem, és hogyha sérülést okoz, akkor tök mindegy, hogy pórázon volt-e vagy nem. Igen, és ez a felelős állattartásnak ugye egy nagyon fontos része, hogy felelősek vagyunk azért, amit a kutyánk csinált. Tehát, hogyha én 100%-ig biztos vagyok abban, hogy a kutyámat nem tudom elengedni, ekkor is vannak egyébként olyan szituációk, például ugye nekem nagy testű kutyám volt Dorka, de rendszeresen jöttek kis fehér kis másfél-két kilós kis gombolyagok, akik úgy gondolták, hogy megvacsoráznak belőle. Nem nagyon, tehát Dorkánál az volt a jó, hogy ő nem harapott. Ő viszont ütött. Na most azért kis testűt, hogyha csak rácsap a hátára valaki, akkor az ugyanolyan sérülést tud okozni. Sajnos ezeknek a kis testű kutyáknak a gazdái sokszor nem fogják fel azt, hogy a kutyáik életével játszanak konkrétan. Nem, mert nem gondolja, hogy esetleg olyan sérülést okozhat, ami a másiknak mondjuk gondot okozna. Én mondjuk láttam olyan 2 kilós csivavát, akit nem tudtak az ember bokájáról leszedni. Tehát azért, mert kicsi egy kutya, azért tud nagyot harapni, és ugyanúgy a kutyába is tud nagyot harapni. Nem beszélve azért, hogyha egy nagy testű kutyához berohan, mi van akkor, hogyha a nagy testű kutya az éppen neveletlen, és nem üt, hanem harap. Tehát azért egy kicsit szerintem valahol felelőtlenség így hagyni össze-vissza rohangálni, mert soha nem tudhatod, hogy hova rohangálni. Igen, és sajnos általában, hogyha a pórázon lévő nagy testű mondjuk oda csap, vagy oda harap, akkor megpróbálják mindig úgy bevetíteni ezt a dolgot, hogy a nagy testű volt az agresszív, mert miért nem hagyta magát, hiszen az enyém csak játszani akart. De hát, tehát hogyha az emberhez oda mennek az utcán, hogy én csak játszani akarok veled, és te éppen sietsz, vagy nem érsz rá, vagy valami van, nem lehet rákényszeríteni egy kutyát sem arra, hogy most te most igenis játszani fogsz ezzel az egyébként nálad 10-szer kisebb kutyával, mert lehet, hogy nem tetszik neki a szaga, vagy a színe, vagy az egész kutya úgy, ahogy van. Így van. Hát láttunk már csodákat, tehát volt, aki azt mondta, hogy hát az övé nem bánt, aztán kiderült, hogy mégis. Tehát azért ezekre oda kell figyelni nagyon, főleg, hogyha mondjuk tényleg nincsen úgy engedelmesre szoktatva, illetve nem hívható be egy kutya, ahogy te mondtad, ugye aki póráz nélkül sétáltat, annak majdnem 100%-ig, ugye 100%-os kutya nagyon kevés van, de azt mondom, majdnem 100%-ig behívhatónak kell lennie, nem kellene, kell lennie. És akkor azt mondhatom, hogy azért sétálunk póráz nélkül, mert ő mindig visszajön feltétel nélkül. Amíg ez nem adott, addig felelőtlenség levenni a pórázt egy kutyáról. Én is a másik felelőtlenség, amit még itt meg kell említeni, az konkrétan ezek a közértes, dohányboltos és egyéb műintézményekben magunkkal cipelt alibi kutyák. Én azért hívom ezeket így, mert megoldhatná az illető, persze kellemeset a hasznossal. Ugye megyek a közértbe, közben megsétáltatom a kutyát. Van ilyen szituáció, amikor éppen így hozza az élet, de én azt gondolom, hogy egy oda kikötött kutya, az, ugye beszéltünk a szeparációs szorongásról, tehát legalább akkor a stresszt átél az a kutya, hogy ott hagyjuk kinn a közért előtt, egyedül, mindenki körülötte járkál, kibejönnek az emberek, és nincs ott a gazdi. És lehet, hogy valaki oda megy, és addig cukizza, amíg elfogy a kutya türelme, és oda kap, és lehet, hogy csak egész egyszerűen lecsatolja a pórázdól, fölkapja, és elviszi, vagy ne adj Isten olyan valamit ad neki, amitől utána a kutya ugye vagy beteg lesz, vagy akár el is pusztul. Tehát szerintem ez nagyon nem jó, hogy oda kikötözgetik a kutyákat. Mondjuk az, hogy bemegy egy doboz gyufáért, most mondtam valamit, ki meg be, az egy dolog, de amikor bemennek a közel, és én láttam már Tesco előtt is kikötve kutyát. Én szerintem ezek a gazdák valahol nincsenek ezzel tisztában, hogy mi az, ami történhetne, illetve lehet, hogy nem is nagyon hallottak róla, hogy ilyen van, mert van. Sajnos általában a fajta tiszta kutyákat egyébként is előszeretettel ellopják kikötött helyekről, de ugye láttunk arra példát, hogy valaki éppen nem szerette, az jó belerugott egyet.
Igen. Mit tud csinálni? Semmit. És nem hát látom. Azzal is mondjuk esetleg olyan sérülést okoz a kutyának, mert nem tudhatja az illető, hogy mondjuk a kutya előtte mondjuk éppen bűtve volt például, vagy valami, és ne adj Isten, egy olyan belső vérzése keletkezik a kutyának, amitől akár pár óra ember úgy is el tud pusztulni. Nos, úgy gondolom, hogy éppen eleget mondtunk mára. Rengeteg hasznos tanácsot hallottatok, és rengeteg hasznos dolgot. Én szeretném hinni azt, hogy ezt megfogadjátok, és nem lesznek olyan kutyák a menhelyen, akiket elloptak, és ne adj Isten, két sarokkal később kihajítottak, csak azért, mert már nem ivaros, ugye? És már nem lehet betenni szaporításba. Vagy ne adj Isten, egy olyan baleset történik mondjuk a kutyussal, amihez mondjuk a gazdi is hozzájárult a viselkedésével. Úgyhogy ezt a témát még folytatjuk legközelebb, mert legközelebb a kutyafuttatóba megyünk. Úgyhogy nézzetek minket akkor is. Sziasztok! Sziasztok!